hogy ebben az országban egy államcsínt hajtottak végre az országgyűlési képviselő, és kivétel nélkül mindig megszegte az esküjét. Így van? Az első helyezett kap töredékszavazatot pluszba, ezzel a legutóbbi választási fordulóban a Fidesz 7 plusz mandátumot szerzett. Azért nem jutnak közös nevezőre, mert ha itt valami kialakul akár pártszinten, akár a civil szervezetek körébe, mindjárt előjönnek azok az emberek, akik a maguk képére akarják fordítani ezeket a szervezeteket. Az nagyon szomorú dolog, hogy ennek a kezdeményezésnek a tartalma nagyon hasonlít ahhoz, ami a Gulyás Márton kezdeményezés, és nem önmagában a szomorú, hogy kezdeményezés, hanem akkor lesz szomorú, ez a kettő nem teszi össze az erejét, hanem külön-külön fog egymás mellett mozogni. Civilek meg a pártok összefognak ebben a kérdésben. Én nekem meggyőződésem, hogy csak akkor lehet eredményt elérni ez ellen a garnitúra ellen. És a Jobbikkal mi a helyzet? Én azt mondom, hogy a Jobbikot is ebbe bele kell vonni. Én nem teszek különbséget, nem bal, meg demokratikus, vagy nem demokratikus. Azt lehet látni, hogy a Jobbikkal tökéletesen együtt tud működni az ellenzéknek a másik fele is, például parlamenti szinten, ügyek mentén együtt tud működni. A választásokon egy ellenzéki többség megteremtése az szerintem az ország egyik legfontosabb ügye. Mindenképp egy olyan rendszerben gondolkodnék, ahol van listás és egyéni képviselői mandátum. Is. És hogyha a közvélemény csak listás szavazást szeretne, akkor alkalmazkodnál hozzá, vagy azt mondanád, hogy akkor nem támogat semmit? Természetesen, ha például tartanánk egy népszavazást arról, hogy milyen választási rendszerünk legyen, mint ahogy ezt például az Egyesült Királyságban 2011-ben tartottak is, akkor szeretném, ha tisztán listás rendszer is felkerülne a listára. Mi van abban az esetben, hogyha a pártok nem tudnak majd megegyezni a közös választási programról? Én erre nem készülök, mert azt gondolom, hogy egyébként ez mindegyiknek érdekében áll. Tehát egyrészt ők ezt már részben beismerték, bele fognak állni, mert nyilvánvaló, hogy nekik is az áll az érdekükben, hogy egyenlő esélyeket kapjanak a 2018-as választásokon a Fidesszel szemben. Egyedül ők alkothatják meg ilyen értelemben inputolni, vagy javasolni, nyilvánvalóan a közös ország mozgalom is fog, meg más szervezetek is fognak, és hát ez fontos is. De a végső döntés, hogy ők magukra mit tekintenek kötelező érvényűnek, azt akik kell maguknak megalkotniuk. Ez a mozgalom azt vállalta föl, hogy azt a kritikus tömegét összeszervezi a magyar polgártársaknak, ami ahhoz kell, hogy a Fidesz végre ne nézhessen félre. És hogyha a Fidesz mégis félre akarna nézni, akkor mi oda fogunk állni, ahova éppen a tekintete vetődik, és akkor is ott leszünk, és folytatólagosan olyan jelenlétet fogunk biztosítani, ami kikerülteteni teszi azt, hogy neki ezzel foglalkoznia kelljen.